volt szerencsém már az évek alatt észrevenni, hogy szeretitek a furcsa és az olcsó számítógép kompjukat, éppen ezért egy olyan videó várható a közeljövőben, ami egy 15.000 forintos Kínából érkezett fél konfig alapjaira fog épülni. Aki türelmetlen és most azonnal részleteket akar, vagy kérdése van, kövessen be Instagramon, ahol kaphat egy-két belsős infót az említett konfigról. Üdvözlök mindenkit, Devon vagyok, ez egy egyszerű és egy gyors videó lesz egy meglehetősen faja vezeték nélküli fejhallgatóról. A mai nap sztár vendége az Onodio Y80B. Nagy valószínűséggel most az jár a fejetekben, ami nekem is legelőször, hogy mi a tököm ez a márka. Eddig még én sem hallottam róla, ezért se jót, se rosszat nem tudtam volna róla mondani. Na, azóta eltelt 2 hónap, szóval ideje véleményt nyilvánítani a kicsikéről. A dobozáról szerintem felesleges mondani bármit, átlagos, minimalista és lényegre törő, ami a dobozra van írva, az teljesen reális, kivéve a 30 órás lejátszási idő. Félre ne értsetek, nem használtam 25-30 órát egyben, hogy teszteljem a pontos tartamot, de a teljes feltöltést követően úgy, hogy én személy szerint lustább, kockulós vagy tanulós, sorozatozós napokon 10-14 órát is bőven ülök a gép előtt, úgy a második nap estére már lemerült. Sacra kb. 26 órát mondanék, 30 óra helyett. Amúgy, not bad. És ha már arról beszéltünk az előbb, hogy ilyen sok időt ülök néha a gép előtt, azért nem mindegy, hogy mennyire kényelmes egy fejhallgató vagy sem. Ami pár óra után már fájdalmat okoz, az kuka. Ez viszont meglepően sokáig maradt zavartalanul a fejemen, még akkor is magammal vittem, amikor éppen a konyhában főztem. Megjegyzem, a konyha 7-8 méterre van, és kifogástalanul hallgattam tovább az elindult podcastet Bluetooth-on keresztül. Na most a mikrofonjára is térjünk ki egy kicsit, ugye a dobozra rá volt írva, hogy a jack-jack csatlakozón van mikrofon, viszont ami meglepett, hogy vezeték nélküli használatra is van egy mikrofon a beépített keretbe. Ennek a minősége mondjuk eléggé pocsék, de ha éppen telefonoddal használod, és mondjuk hívnak, akkor meg fogják érteni, mit mondasz. Összességében kellemes csalódás volt, és baromira meg vagyok vele elégedve, azóta is aktívan használom. Akit érdekel, csekkolja le a leírásban a linket és a kuponkódot. Devon voltam. Sziasztok!